Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Érem nélkül tért haza az ifjúsági Európa-bajnokságról Hadházi Dóra. Edzőmeccsen 1-0-ra legyőzte a Kisvárda Nyíregyháza Spartakuszt. Fazekas Csaba távozik a cápáktól, érkezik Brúgós Olivér Miskolcról. Heti 160 km gyalogolva készül a VB-re Helebrant Máté. Hazai pályán a Loki 2 ellen kezdi a bajnokságot a sényői futballcsapat. Érem nélkül tért haza a kazanyi ifjúsági Európa-bajnokságról Hadházi Dóra. A nyíregyházi úszónő 200 és 50 pillangón nem jutott a döntőbe, 100 pillangón hetedik lett, valamint három váltóval is úszhatott a döntőben. Dóra 200 pillangó voltak érem esélyei, úgy mentünk ki, hogy ő volt az Európa ranglistán a második helyezett. Ugye a szabály azt mondja ki, hogy egy országból 4 úszó indulhat egy versenyszámba, de a közöbb döntőben már csak 2 juthatnak tovább. Na most itt is 4 magyar versenyző indult, akik elég szoros eredménnyel voltak egymás mögött. Az egyik verseny Dóri előtt úszott, amit Dóri látott, hogy milyen eredményt úszott, és nyilván tőle az ő eredmény jobb volt. Viszont a két másik magyar az utolsó futamba került, látva Dóri eredményt, nagyon kemény harcot vívtak, és hát 4/10-del a második lány jobbat úszott, mint Dóri, így a versenyből kiestünk. Az igazság az, hogy a másik két lány 1 évvel idősebb, mint Dóri, és hát azzal próbáltam őt vigasztalni, hogy jövőre ez a verseny neked áll, mert ő még jövőre ifjúkorú lesz, a másik két lány pedig nem. Ez a szereplés rá is nyomta a bélyegét a további számokra? Így van, tehát nagyon rossz hangulóba került Dóri, és nekem sem volt elég jó a hangulatom, nagyon nehezen tudtam megvigasztalni. Ugye hátra volt neki még a 100 pillanat, 50 pillanat és egy csomó váltó, de azért ezt tudtuk, hogy itt reális esélyünk éremszerzés egyáltalán nincs, az ma nagy fegyvertény, ha a döntőbe bekerülünk. Valóban 100 pillanatban ez sikerült, 50 pillanatban pedig középdöntőig tudtunk jutni. A váltókba több számba bekerült a döntőbe, de ott 7., 8., 5. helyezéseket értek el. Milyen erősségű volt egyébként az Európa-bajnokság, és milyen erősségű volt a magyar csapat, amelyik a éremtáblázaton végül a 7. helyen zárt? Az Európa-bajnokság mindig erős mezőn jön össze. A magyar csapat most egy picit halványabb volt a tavalyi vagy tavaly előtti versenyzőknél. Nem voltak akkora klasszisok, mint tavaly Milák Kristóf vagy Kései Ajna. Ennek ellen a vezetés úgy gondolta, hogy ez nem volt rossz szereplés. Ugye szereztünk 1 aranyérmet, meg mellé még 5 érmet, tehát elfogadhatónak minősítették. A tavaly nagyon kiugró teljesítmény volt. Nincs még vége Dóri számára sem a versenyszezonnak, hiszen van egy budapesti junior világbajnokság, ahol 3 számban áll rajthoz. Milyen esélyekkel, milyen reményekkel, mennyire lehet ilyen rövid idő alatt, hiszen bő 1 hónap van hátra a junior VB-ig ismét csúcsformába hozni egy versenyzőt? Na hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye eleve az ifjúsági bajnokságon jól kellett úszni, az ifjében jól kellett úszni, most is jól kell úszni, és ráadásul a VB szabály miatt, ahol csak 2 indulhatnak egy országban, nem tudunk indulni 200 pillangon sem. Tehát az ő versenyszám most 50 pillanatban, 100 pillanatban és 400 gyorsváltóban van benne. Komoly, reális esély döntőbe kerül sem nagyon van. Egy jó szereplés, egy egyén rekord vagy ahhoz közeli eredmény az jó lenne, és tapasztalatszerzés. Dóri szerezheti a tapasztalatot, Gyulas Ádornak van bőven tapasztalata, viszont úgy tűnik, hogy a jövőben már nem adját a versenyzőknek, hiszen itt a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a junior VB után befejezi az edzősködést, jár a döntés hátterében. Igen, hát azzal a döntés hátterében, hogy jövőre 70 éves leszek, és hát a családom is kér, hogy fejezem be, meg észrevettem ebbe az évben, hogy már nem úgy tudok hatni a versenyzőimre, kevésbé tudom őket úgy motiválni, nem tudom őket úgy rávenni a kemény munkára, mint korábban, és azt gondolom, hogy 6 év után át kell adnom a helyemet egy fiatalabb edzőnek. Az Európa ranglista másodikként, ifjabbé bronzérmesként utaztál ki a kazanyi Európa-bajnokságra. Éremmel szerettél volna hazajönni, nem jött össze, milyen érzésekkel érkeztél haza? Kicsit csalódott vagyok, az időnek nem örülök, de nagyon bosszantó, hogy egy magyar lány ver ki engem a döntőből és a középdöntőből. De magamra nem vagyok mérges, mert megtettem mindent. Utána kicsit szomorú voltam, de hamar túltettem magam rajta.
Hátra van még egy junior világbajnokság Budapesten, ott 50-100 pillangóról van szó, és a 400-as gyorsváltóban állsz rajthoz. Egy ilyen Európa bajnokság után milyen motiváció van, milyen hangulatban, milyen formában utazol majd el a versenyre? Igazából nekem ez másik egy bónusz, hogyha már középdöntőbe vagy döntőbe fog kerülni, már az nagy szó lesz, szóval nagy reményekkel utazunk ki, hogy hát, ha a döntő összejöhet. Tekintsünk egy kicsit előre, azok a magyar lányok, akik előtte jutottak a döntőbe, jövőre már nem leszek ott az ifjúságvezetőn, te viszont még ott leszel, ez azért gondolom mindenképp biztató. Igen, pont a ifjúsági szövetségi kapitány mondta, hogy ezt jövőre nekem nyerni kell, és hát remélem így is lesz. 1-0-ra legyőzte a Kisvárda Nyíregyháza Spartakuszt a két csapat szerdai felkészülési mérkőzésén. A vendégek találatát Grozav szerezte. Pár dolgot kértem, a védekezés természetesen a támadás, megcsináltuk, 60 perc megcsináltuk, de azt láttam utána, mikor már cseréltem, mondjuk a kezdőjátékosom már kis gondok van, azért mindenkinek adtam lehetőség, látni akarra ki, hogy, tehát megvan 3 hete, de hát erősíteni kell nekünk. 3 hét van a bajnoki rajtig, kész lesz addigra a csapat, vagy pedig a többi együtteshez hasonlóan még az első fordulók rámennek arra, hogy kialakuljon teljesen? Mondjuk 90% kész lesz, most nem akarok elmondani, hogy 100%, de készülünk. Már az első fordul, már ott leszünk, fizikális, pszichés, fejben minden rendben lesz. A túra előtt két felkészülési meccset is játszott szerdán a csapat, mennyire volt elégedett a látszottakkal? Mindenféleképpen elégedett vagyok, avval, amit mutatott a csapat, mert mondom, tudom, milyen munkán mentek keresztül ebbe a heteken keresztül, nem csak a mai, meg a tegnapi munka, meg ez a heti munka, hanem már heteken keresztül dolgozunk, napokon keresztül dolgozunk keményen. Azt mondom, hogy a csapat ma délelőtt lehozta az egyik meccset, ma délután a másik meccset. Azt mondom, hogy nagyon sok pozitív van benne. Igen, kikaptunk a második meccsre, de egy NB1-es csapat ellen játszottunk. Azt mondom, hogy megmutattunk a karaktert, megmutattunk, hogy szervezetek vagyunk, megmutattunk, hogy tudunk jó támadásokat vezetni. Azt mondom, hogy ezen lehet építeni, mindenféleképpen még frissíteni majd kell a csapaton, meg a játékosokon, és azt mondom, ha ezen túl leszünk, ezen a kemény munkán, akkor a játék is tisztább és eredményesebb lesz. Az edzőtáborban erős ellenfelekkel szemben játszik majd a csapat. Ha hazaérkezik az együttes, gyakorlatilag kész lesz a rajtra? Azt mondom, az a cél, hogy ha már megyünk edzőtáborba, hogy akkor kemény meccseket játszunk, jó meccseket játszunk, jó ellenfeleket, hogy akkor igazából tudjuk pontosan kitesztelni magunkat, hogy még azok a részek, amik működnek, még azok a részek, amit még kell javítani a játékba, hogy még eredményesek legyünk, és akkor tudunk neki menni a bajnokságnak. Már csak egy edzőmeccs, hogy egy pici pikantériája volt, hiszen két megyebeli csapat játszott, a korábbi csapatod ellen játszottál. Milyen volt ez a mérkőzés belülről, hogy láttad? Én azt gondolom, a célját elérte, ugye délelőtt játszottunk 30 percet a Kazincbarcik ellen, most pedig ugye több mint 60-at. Azt gondolom, hogy egy jó iramú meccs volt, a célját elérte, mind a két csapatnak először elsősorban a terhelésen van a hangsúly, ez látszott is, hogy azért mindenki picit nehézkesebben mozgott. Egy jó meccset játszottunk, szerintem erre lehet építeni. Egy pici presztízs jellege is volt ennek az edzőmeccsnek, hiszen a megye két ilyen csapata játszott, hogy érezted a pálya, milyen volt belőle a mérkőzés? Jó volt, igen. Hát lehetett látni, igen, meg úgy is készültünk, hogy ez egy presztízs meccs, hiába azért barátságos meccs, de én úgy érzem, hogy mind a két csapat azért kompakt volt. Hál' Istennek meg tudtuk szerezni a vezetést, és ezt meg is tudtuk tartani. Nekünk még azért van hátra 6 edzőmeccs, még a alapozás kellős közepén vagyunk, de nem az elsődleges az eredmény, de az sem elhanyagolható. Én úgy érzem, hogy mindenki tette a dolgát, csinálta, úgyhogy én gratulálok a srácoknak. Alakul a Nyíregyháza a Bursax játékos kerete. Fazekas Csaba távozik a Kékcápáktól, viszont bejelentették egy új játékos igazolását, Rúgós Olivér Miskolcról érkezik Nyíregyházára. A játékosok kaptak a nyári feladatra is, vagy a nyári időszakra is feladatokat, amiket el kell végezniük, és bízom abban, hogy majd úgy jönnek vissza, hogy ezeket meg is csinálják. Ugye ez mindig ilyen utopisztikusnak tűnik, de remélem, hogy eljutottunk már ahhoz vagy arra a szintre, amikor ezt meg is fogják tenni a játékosok. A keretünkkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagy eredménynek mondható az, hogy a tavaly megszerzett játékosok, Tóth Gergőre és Bazsó Brunóra gondolok,
a következő évben is itt lesznek nálunk, hiszen ők máshonnan érkeztek, más kosárlabdát tanultak, nem azt a közeget ismerték meg a kosárlabdáról, amit Nyíregyházán találhattak meg, vagy tapasztalhattak, és úgy gondolom, hogy azért maradnak, vagy remélem is, vagy legalábbis szeretném ezt remélni, hogy azért maradnak, mert olyan munkát találtak itt Nyíregyházán, ami megérdemli azt, hogy a következő évben is itt legyenek. Viszont szintén nagy eredménynek gondolom azt, hogy a csapat magja, Bús Iván, Zinger Zoli, a fiatalok közül Mokánszky Máté és itt Kumarci Döme, Vaskó Gyurci itt fog maradni a következő évben is. Remélem nem hagytam ki senkit, de ha ilyen, akkor tőlük elnézést kérek. Viszont Czura Attilával, illetve Olá Zolival nem sikerült még megegyeznünk, vagy nem kötöttünk szerződést. Ők azt jelezték, hogy valamilyen más dolgot szeretnének, és körül akarnak nézni, hogy milyen lehetőségeik vannak. Czura Attila például A csoportban szeretne mindenképpen játszani, amit természetesen tiszteletben tartok, remélem sikerülni fog neki. Egy fiatalnak a nevét, Fazekas Csabinak a nevét nem említettem, aki olvasta a kosárlabda híreket az elmúlt időszakban, az láthatta, hogy a Sopron bejelentette az ő leigazolását, úgyhogy nincs más lehetőségem, mint sok sikert kívánok neki, remélem, hogy meg fogja találni a számításait az új csapatában. Egy távozó már biztosan van, vannak már érkezők? Mindenképpen gondoskodnunk kell Csabinak az utánpótlásáról, hiszen a 1-es-2-es posztról fog ő kivépni fiatalként, és mindenképpen kell, hogy azt a területet is tovább erősítsük, bár természetesen Vaskó Gyurci és Döme is azt a játékot mutatta, amivel megérdemlik azt, hogy itt legyenek a csapat mellett. Ugye az elmúlt bajnokság utolsó néhány mérkőzését úgy fejezhettük be sajnos, hogy sok sérültünk volt, így ők több lehetőséget kaptak, és akkor megállták a helyüket. De mindenképpen szeretnénk fiatal erősítést, és nagyon szeretnénk egy meghatározó magyar játékost még idehozni Nyíregyházára. Remélem, hogy ez sikerülni fog, ez a napokban el fog dőlni. Mi a tapasztalat a tárgyalások, megkeresések során, mennyire vonzó a kocsolosok számára Nyíregyháza? Nem akarom túl dicsérni a lehetőségeinket, szerintem jó környezetben dolgozunk itt Nyíregyházán, és nem is tudom, hogy ez így zajlik-e minden szituációban, de nagy százalékban, akiket meg szoktunk keresni, ők el szokták fogadni az ajánlatunkat. Lehet, hogy azért, mert biztosan könnyű tárgyaló partner vagyok, és könnyű velem megegyezni, de hát ha azért, mert esetlegesen a körülményeink, illetve a munkánk tetszik meg a játékosoknak, és azért jönnek ide hozzánk. Remélem, hogy ez a bizonyos tárgyalás is, ami a héten, jövő héten lezajlik, eredménnyel fog zárulni, és akkor úgy gondolom, hogy a következő évben is meghatározó csapatot tudunk építeni. Most már hivatalossá vált, hogy távozol a Nyíregyháza Blues-ek, szóval Sopronban folytatod a pályafutásodat, A-csoportos csapatról van szó, ha minden igaz volt több megkeresésed, és miért döntöttél egyáltalán a váltás, és miért Sopron mellett? A Sopron már januárban megkeresett, ez nem volt hivatalos, de úgy gondoltam, tehát mivel már 20 éves vagyok, és bejött ez a fiatal szabály is, ez egy jó lehetőségnek bizonyult, hogy kipróbálsam a A-csoportba. Mind ezek mellett szeretném megköszönni Ernőnek és Janinak azt a munkát, amit itt belén fektettek, és remélem, hogy Sopronba ezt kamatoztatni fogom tudni. Túl vagy egy műtéten, milyen állapotban vagy? Ez a műtét nem jött jókor. Szerencsére a rehab nagyon jól sikerült, és még folytatom azt is, úgyhogy remélem augusztus közepére, végére már felkészülés is 100%-osan fogom tudni végrehajtani, úgyhogy jól alakul. Említetted ezt a fiatal szabályt, azt jelenti, hogy nem a most következő, hanem az azutáni szezonban egy 23 év alatti kosarasnak kötelezően pályán kell lenni, legalább 20 percen keresztül az A-csoportban. Ezek szerint távlatilag számolnak vele Sopronban. Igen, hát ugye 2 évre írtam alá, szerintem az első év abban a szempontból jó lesz, hogy beépítsenek a csapatba, majd az azt követő év pedig jön a fiatal szabály. Elsősorban nem a fiatal szabály miatt döntöttem a Sopron mellett, hanem amiatt is, hogy A-csoport, és előjutóbb szeretném beverekedni magamat ebbe a mezőnybe. Debrecenben már beszagolhattál az A-csoportba. Mekkora a különbség a két osztály között? Hogy érzed, hogy látod? Szerintem hatalmas a különbség, nem csak azért, mert 5 légiós van, a játékos is sokkal rutinosabbak, és a játék is sokkal gyorsabb, szóval előjutóbb felkeverem ezt a ritmust. Te vagy a Nyíregyháza Blues-ek első nyári szerzőmény, ugye első két egy bemutatkozást kérnénk. Hol játszottál eddig, milyen eredményeket értél el?
Én Brugós Oliver vagyok, 27 éves, Tiszaújvárosban nőttem fel, ott sokszoros utánpótlás bajnok lettem ugye még a Benőcs Gárdával, utána családi okok miatt abba kellett hagynom egy kicsit a kosárlabdát is, inkább a munkára koncentráltunk, megjártuk külföldet is, párommal Spanyolországba éltünk másfél évig, aztán a baba miatt úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk. Aztán újra a kosárlabdát választottam, Tiszaújvárosban játszottam egy évet, aztán Miskolcon töltöttem el tavalyi évet, csak sajnos egy sérülés miatt majdnem az egész szezont ki kellett, hogy hagyjam, aztán jött Ernő felől egy megkeresés, hogy szeretne itt az edzői stábba tudni, illetve a Blue Sharks csapatában. Aztán úgy gondoltam, hogy ez egy elég jó lehetőség, és szeretnék vele élni. Az NB1B piros csoportjának egyik élcsapatához igazoltál, amelytől előbb-utóbb a szurkolók is kimondva kivonatlanul a feljutást várják-e. Mekkora motiváció, mekkora kihívás ez számodra? Nagyon nagy motiváció, nyilván, mivel 1-4-be várja mindenki a csapatot minimum, de szerintem itt mindegyik játékosnak az lesz a célja, hogy feljusson a csapat. Milyen poszton játszol, mi az erősséged? Régebben irányító bedobó volt a posztom, most inkább már csak bedobó poszton játszok. Említetted az edzőséget, milyen korosztálya foglalkozom, milyen terveid vannak ennek a pályán, annak ellenére, hogy ugye még játékosként sem számít a szöregnek? U14-nek leszek a másod edzője, a Takács Máténak leszek a segítője. Én úgy gondolom, hogy minden adott itt a klubnál, hogy jól fejlődjenek a játékosok, és mi is mindent meg fogunk tenni, hogy a célt elérjük. Heti 160 kilométer teljesítve készül a katari világbajnokságra Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló a VB-ig csak egy 10 kilométeres versenyen áll rajthoz. Egy hónap csúszással fog kezdődni a világbajnokság. Általában augusztus közepén szoktak lenni ezek a fő versenyek, ezért nekünk is át kellett szervezni az egész éves felkészülést. Nagyon fontos időszak volt a március-áprilisi időszak. Ott tudtam egy szlovákiai versenyen teljesíteni a kiküldetési szintet a világbajnokságra, és azután volt egy kisebb pihenő, ami általában nem szokott lenni, mert onnantól kezdve folyamatosan készülünk a világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra. Így viszont, hogy távolabb van időben ez a verseny, ezért muszáj volt egy kis pihenőt tartanunk április végén, május elején, és igazából utána kezdtük el a felkészülést kimondottan erre a világbajnokságra. Hát már jócskán benne vagyunk a felkészülésben, szóval most már elég komoly edzéseket tudunk csinálni, mind mennyiségben, mind pedig gyorsaságban. Tehát egy héten körülbelül 160 kilométert megyünk, plusz-minusz pár kilométer, és már a tempó is elég gyors ahhoz képest, hogy még 3 hónap van a versenyig. Szerencsére sérülés eddig nem hátráltatott. Edzőtáborokba nem hiszem, hogy fogunk menni. Ez a meleg időjárás, ami mostanában van itt Magyarországon, ez várható majd kint Dohában is. Jelent-e esetleg az valamilyen gondos, hogy a világbajnokságig már nem lesz verseny? Egy 50 kilométer gyalogoltál az idén, tehát a két verseny között elég sok idő telik el. Így van, hát ennek hosszú távnak ez a rosszabbik oldala, hogy egy évben két igazán komoly versenyt lehet teljesíteni. Ezt általában a versenyzők úgy szokták csinálni, hogy egy nagyon jó formával teljesítenek márciusban vagy áprilisban egy 50 km-es versenyt, és azután már csak a fő versenyen, EB, VB-n vagy egy olimpián versenyeznek, ami augusztusban vagy most ugye szeptemberben lesz. Hát addig ilyen 10-20 km-es versenyeken szoktunk indulni. Igazából annyi energiát vesz ki egy ilyen hosszú verseny, majdnem egy 4 órás versenyről beszélünk, hogy igazából nem lenne értelme több versenyen elindulni. Nekünk az a lényeg, hogy a világbajnokságon, mint helyezésben, mint pedig időben egy nagyon jó eredményt érjek el. Ez pedig az kell, hogy előtte egy nagyon jó több hónapos felkészülésen legyen, és ebben nem fér bele hosszabb verseny. Tényleg maximum egy 10 vagy 20 km-es verseny. Most majd szeptember elején lesz egy 10 km-es verseny, ami majd egy csapatbajnokságnak a döntője lesz. Gondolom, a jó ideje az olimpiai szintidőt jelenteni. Természetesen, azzal lennék elégedett. Viszont ha helyezésben gondolok, akkor viszont ilyenkor nem szokott számítani az idő.
főleg, hogy most annyira extrém lesz a körülmény, mind a meleget, mind pedig az időt életi, mivel majdnem évfélkor lesz a rajt. És hát ilyen még nem fordult elő, szóval nem csak nekem, hanem úgy konkrétan az egész atlétikában, hogy éjfélkor legyen egy 4 órás versenynek a rajtja. Majd ezen kell majd egy kicsit gondolkodni, hogy erre majd hogy álljunk át. Táplálkozási szakértővel konzultáltál-e, mert nem mindegy, pontosan a késői kezdés miatt, meg a meleg miatt az, hogy milyen folyadékbevitel, milyen táplálékbevitel van a versenyen? Így van, hát a felkészülésnek csak egy része az, hogy mikor és mit edzünk, viszont egy másik fontos tényezője az étkezés. Én hál' Isten most már több mint 2 hónapja járok egy dietetikushoz, és vele folyamatos konzultációban szervezzük az étkezésemet. Már 2 hónapja hétfőtől vasárnapig minden nap, és hát ez így fog menni a világbajnokságig, és már kitapasztaljuk, hogy az én szervezetemnek edzések előtt, versenyek előtt, után mi a legmegfelelőbb, és reméljük, hogy ezzel is egy kicsit előre tudunk lépni. Hazai pályán a Debrecen második csapat ellen kezdő a bajnokságot a Sényői futballcsapat, ami az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros irányításával készül a szezonra. Múlt hét csütörtökön kezdtük hivatalosan a felkészülést, de előtte már fejük egy 10 napos utóprogramot hajtottak végre. A múlt héten csütörtök pénteken volt edzés, szombaton egymás közötti játék, holnap egy edzőmérkőzést játszunk az Ibránya, szombaton a Geszteljel játszunk edzőmérkőzést, jövő csütörtökön Kazincbarcikába látogatunk, szombaton Tiszaújvárosba, az következő héten pedig szerda, szombat, vasárnap ritmusban játszunk edzőmérkőzést, szerdán DVSC 2-vel, szombaton Fejegyalmattal és vasárnap a főpróba Mándok. Lehet azt mondani, hogy az elmúlt szezonban várakozáson felül szerepelt a csapat. Ezek tükrében esetleg merészebb célokat tűztök-e ki a következő idényre? Nem tűzünk ki merészebb célokat semmiféleképpen. Az, hogy várakozáson felül teljesítettünk, igen, mondhatjuk, de valószínűleg azt mondják sokan, illetve az előjelek is azt mutatják, ez a bajnokság nehezebb lesz, mint a tavalyi. Ezért a célkitűzésünk a biztos bennmaradás, a tisztes helytállás, és hogyha ez megvan, akkor lehetőség szerint egy számjegyű legyen ez a végén. Kik távoztak, kik érkeztek? Érkezőink Valmér József DVTK 2, Boros Dávid Nyírbátor, és a Gazsi Tamás Cigándról érkezett hozzánk. Kik jöhetnek, még kiket figyeltek esetleg? Egy darab játékos próbázik még nálunk, ő a Fenyőfalvi Dávid, szintén DVTK 2-ből. Milyen szempontok alapján választottátok ezeket a futballistákat? A szempont az mindenféleképpen az volt, hogy fiatal helyi kötődésű, illetve környékbeli játékosokat igazoljunk. Az elmúlt szezon elején egy picit ugrás volt a sötétbe számotokra, hogy edzőpárosként leültetek a csapat kispadjára, az eredmény önmagáért beszél, most könnyebb lesz a dolgotok. Már valamivel rutinisabbnak mondhatjuk magunkat, egy évvel a hátunk mögött. Ugye egy újonc csapat életében egyébként is mindig az első év ugye azt mondják, hogy az megy lendületből, aztán a második év szokott nehezebb lenni. Hát ugye a csapat is, mi is már megszoktuk az MB3-as légkört, jobban megismertük mi is a csapatokat, aztán ugye ez nekünk is lehet hátrány, mert minket is jobban megismertek a bajnokságban lévő csapatok, de majd meglátjuk. Nem nagyon lesz változás a keretben, mekkora előnyt jelenthet ez? Próbáltuk egybe tartani a csapatot, ugye egészséges kis vérfrissítés volt, hát szerintem mindenképpen előnyt jelent az, hogy nem kell itt újból csapatot kialakítani, meg építeni, hanem azt a néhány érkező játékos kell majd inkább beépítenünk, az pedig nem olyan sok. Lesz-e változás a játékban, vagy pedig marad az a játék, amivel tavaly eredményes volt a Sényű? Megpróbálunk majd minél több dologban mi is egy kicsit, ahogy rutinosodtunk idézőjelbe, egyre több eszet belevinni, aztán egy-két újabb játékrendszert vagy dolgot kipróbálni, meg véghez vinni, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni. Megvan a bajnoki sorsolás, azt mondják, hogy mindenkivel játszani kell, az ellenfelek közül talán nem mindegy, hogy milyen sorrendben, mennyire tűnik jónak a Sényű sorsolása. Így első ránézésre ugye nem tűnik olyan rossznak, de ezt majd ugye a bajnokság igazolja. Itthon kezdünk egyébként a Debrecen második csapatával, aki most jutott fel, annak örülök, hogy hazai pályán kezdünk. A Sényű csapat egyik új igazolásaként a Diózsőr 2-től érkezik, úgyhogy elsőként egy bemutatkozást kérnénk, hol kezdett a pályafutásodat, mi a posztod, milyen eredményeid voltak eddig? Csatár poszton játszok, és a legjobb eredményem az a Diózsőrben az NB1-es bemutatkozásomat mondanám. Mi volt az, ami a sényői ajánlat elfogadása mellett döntött? Ugye játszottunk az NB3-mal egymás ellen, a közeg, a szurkolók,
nem volt más választás, ez nagyon jó eset, hogy bekerestek engem egyből a meccs után. Egy csatát ugye a góljai minősítenek, de hát egy gólt egy játékos szerez, egy egész csapat kell hozzá. Milyen elvárásaid vannak a csapattal és magaddal szemben is, bár még csak néhány edzés sem vettél részt a többiekkel együtt? Úgy érzem, aki a hátam mögött fog játszani, az olyan labdákat fog adni nekem, ahol nem lesz jobb, nehéz választásom, hogy gólt rúgjak. Az elmúlt szezon másik felére érkeztél Sényűre, korábban magasabb osztályban játszottál több helyen is. Volt esetleg most nyáron megkeresés, vagy egyáltalán felmerült, hogy távozol? Volt megkeresésem, de semmi olyan komoly nem volt, amire azt tudtam volna mondani, hogy igen, megéri osztályt váltanom, vagy esetleg más csapatba menni NB3-ba. Úgy voltam vele, hogy nagyon jól érzem magam itt Sényűn, úgymond én hazatértem ide, itt nőttem fel, egy nagyon jó csapatba tudtam jönni, nagyszerű körülmények közé, úgyhogy nem volt indokolt az, hogy most váltsak. Egyébként szerinted többiek számára, más játékosok számára mi a vonzó a Sényűi csapatban? Mindenképp vonzó az, hogy ugye mi egy olyan társaság vagyunk, akik régóta ismerjük egymást, szabolcsmegyei játékosokra épül az egész csapat, egy nagyszerű közösségünk van, az edzők is, egy fiatal edzői stáb, aki most kezdte nemrég az edzői pályafutásukat. Azt gondolom, hogy hamar a közös hangot hamar megtaláltuk, és az elmúlt szezon is bizonyítja, igaz, hogy csak fél évbe csatlakoztam, de azt gondolom, hogy nagyszerű eredményt értünk el. Sok változás, ahogy tűnik, nem lesz a keretben. Előnyt jelenthet-e ez a következő szezon tekintve? Igen, azt gondolom, hogy mindenképp előny, mert ugye a csapat 80%-a egyben maradt, akiket újakat igazoltunk, három játékos, én úgy gondolom, hogy mind a három játékos erősítés számunkra, és ez előnye lehet a csapatnak, és talán merészebb álmokat is szövegethetünk a következő szezonban. Ahogy eddig a jövőben is kult szerep vár rád a csapatban, mekkora teher ez, vagy egyáltalán jelenti ez nyomást? Az elején egy kis terhet tett rám ez az egész. Én is szeretem, hogyha van rajtam egy kis teher, vagy tőlem várják el azt a csapatban, hogy húzó ember legyek, de azt gondolom, hogy rajtam kívül van sok olyan játékosunk, aki húzó ember ebbe a csapatba, és bátran mondhatom azt, hogy megállja mindenki a csapatban a helyét, és én is nagyon élvezem ezt a szerepkört. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!